21. fejezet Az ismeretlen minden porcikája érzéki eleganciát és könnyedséget sugárzott. Kétség sem férhetett hozzá, hogy egy főtündérrel álltam szemben. Rövid fekete haja úgy csillogott akár a holló tollai. csodásan ellenpondozta a sápad bőrét. Szemének kékje olyan mély volt, hogy még a tűz fényében is lilának tűnt. Vidámság csillant benne, ahogy szemrevételezett. Egy pillanatig szótlan bámultuk egymást. A köszönöm nem lett volna elég kifejező arra, amit értem tett, de volt benne valami, amitől a torkomon akadt a hang, és legszívesebben eliszkoltam volna. Ahogy teljesen mozdulatlanul állt, úgy tűnt, hogy az éjszaka is sűrűsödik körülötte. Ő nem viselt állarcot, egy másik udvarból való tehát, mint a mosolygott volna. Mit keres egy halandó nő a tüzek éjszakáján? A hangja a szerető dorombolásához hasonlított. Beleborzongtam, minden izmomat, csontomat és idegemet kényeztette, hátráltam egy lépést. A barátaim hoztak el ide. A doppergés ritmusa fokozódott olyannyira, hogy már képtelen voltam felfogni. Annyira régen láttam legalább nagy vonalakban emberinek tűnő arcot, finom megmunkálású, tiszta, fekete ruhája eléggé testhez simult, láttatni engedte nagyszerű testét mintha magából az éjszakából öntötték volna. És kik a barátaid? Továbbra is mosolygott rám, mint amikor egy ragadozó méricskéli a zsákmányát. Két hölgy, hazudtam ismét. Hogy hívják őket? Zsebre dugott, kézzel közelebb araszolt, tovább hátráltam picit, és nem feleltem. Vajon a három szőnyetek valami még rosszabbra cseréltem? Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem fogok válaszolni, elnevette magát. Nem kell hálálkodni azért, hogy megmentettelek. Felhúzott az arroganciája, de azért tovább araszoltam hátrafelé. Már elég közel jártam a tábor tűzhöz, a kis völgyhöz, ahol a tündérek összegyűltek. Talán lenne esélyem, ha rohanni kezdenék. Valaki megszánna. Hát, ha Lucien és Elis is itt van valahol. Furcsa, hogy egy halandó két tündérrel barátkozik. Elmélkedett, és körözni kezdett körülöttem. Esküdni mertem volna, hogy a csillagos éjszaka indaként kígyózott a nyomában. Ti emberek nem rettegtek tőlünk? Mellesleg pedig neked nem a fal túloldalán lenne a helyed? Rettegtem tőle, de eszemágában ágában sem volt a tudatára adni. Egész életemben ismertem tündéreket, Soha nem volt félni valom tőlük. Abba hagyta a körözést, köztem és a tábortúz között állt meg, a menekülési útvonalamat, útvonalamat eltorlaszolva. De ők mégis elhoztak a nagy szertartásra, aztán szépen magadra hagytak. Üdítőért mentek. Mondtam, mire mosolya csak szélesebb lett. Akármit is mondtam, elárultam magam. Láttam, hogy a szolgálók ételekkel megrakodva járkálnak, de az is lehet, hogy tévedtem. Ráérősen mosolygott, még életemben nem láttam ilyen jó képű férfit, és még soha nem szólt emiatt ennyi vészcsengő a fejemben. Attól tartok, hogy messze vannak innen az italok, lépett közelebb. Egy ideig eltarhat, még a barátnőid visszaérnek. Addig elkísérhetlek valahova. Kivette a kezét a zsebéből, és a karját nyújtotta. Úgy volt képes elijeszteni azokat a tündéreket, hogy egy újjal nem ért hozzájuk. Nem, feleltem, de alig forgott a nyelvem. A völgy és a dombok felé intett. Akkor érezd jól magad a nagy szertartáson. Ne keveredj semmibe. A szemed csillogása azt sugalta, hogy ez azt jelenti, hogy maradjak tőle távol, nagyon távol. Bár igen, kockázatosnak tűnt, de azért kibögtem. Szóval nem a tavasz udvarához tartozol? Visszafordult, minden mozdulata kifinomult volt, csak úgy sugárzott belőle a has, halálosan veszélyes erő, de én megőriztem az önuralmam, amikor lustán rám mosolygott. Úgy nézek ki, mint aki a tagja a tavasz udvarának. Szavaiból olyan felsőbbségesség sugárzott, amire csak halhatatlanok képesek, halkan elnevette magát. Nem, nem ide tartozom, aminek nagyon örülök. Az arcára mutatott, ahol az állarcot viselni. Le kellett volna lépnem és befognom a számat. Miért vagy akkor itt? Különleges szemet csillogni kezdett, halálos fenyegetés sugázott, mire hátráltam még egy lépést. Mert ma este az összes szörnyeteget kiengedték a ketrecekből, függetlenül attól, melyik udvarban élnek. Hajnalig arra kószálok, amelyre csak kedvem tartja újabb megválaszolandó rejtélyek és kérdések, de nekem már elegem lett, főleg, hogy a mosoly a hideggé kegyetlenné vált. Érezd jól magad a szertartáson. Ismételtem meg olyan udvariasan, amennyire csak tudtam. Siettem vissza a völgybe, miközben nagyon is tisztában voltam vele, hogy háttal vagyok neki. Hálás voltam, hogy elveszhettek a tömegben, ami továbbra is a barlang szájához vezető ösvény szegélyezte. A jelenlévők még mindig vártak valamire. Amikor már nem reszkedtem, körbenéztem az összegyűlt tündéreken. A legtöbb még így is állarcot viselt, de láttam olyanokat is, mint az előbbi halálos idegen, vagy az a három borzalmas tündér, aki egyáltalán nem viseltek maszkot. Ők vagy udvaroktól független tündérek voltak, vagy más udvarból jöhettek, nem tudtam őket megkülönböztetni. A tömeget hűrkészve az ösvény másik oldalán megakadt a szemem egy állarcos tündéren. Az egyik szeme vöröses barna volt, és olyan élénkent csillogott, mint vörös haja. A másik szeme fémből volt. Egyszerre pislogtunk egyet, aztán az ő szeme tágra nyílt. Nyomban eltűnt, majd egy másodperc múlva valaki megragadta a könyökömet és kirángatott a tömegből. Te megőrültél? Kiáltott rám Lucien a domboknál is hangosabban kísértetiesen sápatnak tűnt. Mégis mit keresel itt? A többi tündér nem vett észre bennünket. Feszülten a barlangba vezető ösvényt bámulták. Csak megszerettem volna. Kezdtem bele, de Lucien durván káromkodott. Idióta! Kiabált rám, aztán hátra nézett, arra felé, amerre a többi tündér bámult. Haszontalan, bolond ember! Korholt aztán fogta magát, és a hátára vett, mint egy zsák krumplit. Hiába kapálóztam, tiltakoztam kiabálva, és követeltem a lovamat, ő nem eresztett, sőt, sebesen rohanni kezdett gyorsabban, mint ahogy futni szoktak. Ettől olyan és fogott el, hogy becsuktam a szemem. Csak akkor állt meg, amikor a levegő hűvösebb lett, minden nyugodtabbnak, a doppergés távolinak tűnt. A kastély folyosóniának a padlójára tett. Valamennyire sikerült megnyugodnom, ekkor láttam, hogy az arcára épp olyan sápat, mint korábban. Te buta halandó, fortyant fel. Nem megmondta neked, Temlin, hogy maradj a szobádban? Hátranézett nézett a hegyek felé, ahol a dobszó olyan hanggal és szaporán szólt, akár az áporeső. Nem igazán volt ott semmi. Ez nem a szertartás volt. Ekkor vettem észre a verejtéket az arcán és a rémületet a szemében. Az őstre, ha tem ott talált téged, akkor mi lett volna? Kérdeztem vissza szintén kiabálva. Utáltam, hogy úgy kezelnek, mint egy szófogadatlan gyereket. Ez a nagy szertartás, az üstben főjek meg. Senki nem magyarázta el neked, hogy mi ez. Hallgatásom ékes szóló volt. Szinte láttam a lelki szemeim előtt a lüktető doppergést, ahogy a bőrének feszült és hívta vissza, hogy csatlakozzon a tömeghez. A tüzek éjszakája jelzi hivatalosan a tavasz kezdetét Pritienben és a halandó világban, magyarázta Lucien. Szavaiban nyugodtan csengtek, mintha kíséremeget volna a hangja. A falnak támaszkodtam, próbáltam lazának látszani, bár nem éreztem magam annak. Nálunk a termés attól a mágiától függ, amit elő tudunk hívni kalámmaikor, azaz mai éjjel. A nadrágom zsebébe dugtam a kezem. Tamlin valami hasonlót mondott két nappal ezelőtt. Lucien megborzongott, mintha valami láthatatlan kéz megérintette volna. A nagy szertartás segítségével érjük ezt el. A pritieni hétfő úr mindegyike előadja minden évben, mivel a mágiájuk a föltől jön, és végül oda is érkezik vissza. Az egész adokkapok adok elven működik. De mi ez az egész? Tudakoltam, mire ő a nyelvével csettintett. Ma estetem, megengedi, hogy nagyszerű és szörnyű mágiája lépjen be a testébe. Felelte a táborban évő tüz tüzekre meredve. A mágia átveszi a hatalmat az értelme, a teste, a lelke felett, és vadásztá változtatja. A mágia egyetlen célral tölti be a tudatát megtalálni a szüzet. Az ő egyesülésükből szabadul fel a mágia, és terjed szét, teremt életet a következő évben a földön. Forró lett az arcom, küzdöttem, hogy ne reszkessek. Ma este tem, nem az a tündér lesz, akit te ismersz, jelentette ki Lucien. Még a nevét se fogja tudni. A mágia mindent felemész benne, kivéve ezt az alapvető parancsot és szükséget. De ki, ki a szűz? Nyögtem ki. Lucien horgantott egyet. Senki nem tudja, csak ha eljön az ideje. Miután Tem elfelej, elejti a fehér szarvast és megöli, Fe, felajánlja áldozatul, végigmegy a szent barlangba vezető ösvényen, ahol a női tündérek várják, hogy partneréjű válassza őket ma estére. Micsoda? Lucien nevetett. Igen, azok a tündérnők körülötted mind arra vártak, hogy Temlin felszedje őket. Megtiszteltetés, ha kiválasztja őket, de őt az ösztönei vezérlik ma a választásnál. De te is ott voltál más férfi tündérekkel együtt. Az arcom annyira éget, hogy ízadni kezdtem. Ezért voltak ott tehát a borzasztó tündérek, ráadásul azt hitték, hogy mivel ott vagyok, örülök a szándékaiknak. Á, Lucien elnevette magát nem csak te vesz ma részt a szertartáson, miután ő választott, mi is szabadon elvegyülhetünk. Bár ez nem egyenlő a nagy szertartással, a mi is segítenek a földnek. Másodszor is, mintha lerázta volna magáról a láthatatlan kezet, és a hegyre függesztette a tekintetét. Szerencsét, hogy még időben rád bukkantam, mert kiszagolt volna és a magánéjénak követelt volna, de nem az a temlén vitt volna a barlangba, akit te ismersz. Találkozott a tekintetünk, és végigfutott a hátamon a hideg. Nem hiszem, hogy tetszett volna neked. A mai este nem a szerelmeskedésről szól. Próbáltam újra lenni az émeigésemen. Mennem kell, szólt a dombokra pillantva. Vissza kell érnem, mielőtt a barlanghoz ér. Legalább meg akarom próbálni visszafogni őt, ha megérzi a szagodat, de nem talál a tömegben. Rosszul lettem a gondolattól, hogy tem Temlin engem követel, hogy Magia eltörli az ember én tudatát, a tudást arról, milyen jó, jó és a rossz, bár az, hogy lényének valami vad darabkája engem akar, még levegőt vennem is fájt. Maradj ma este a szobádban, Fejru. Utasított Lucien, és a kertbe vezető ajtón felé indult. Akkor se nyisd ki az ajtót, ha kopogást hallasz. Ne gyere ki reggelig. A pipere asztalom előtt üldögélve elbóbiskoltam. Abban a pillanatban ébredtem, amikor a dobok elhallgattak. Reszkető csend szállta meg a házat, a karom liva vörös lett, ahogy a mágia elsöpört mellettem is, mintha kifelé fodrozódott volna. Próbáltam nem gondolni a forrására, de nem sikerült. Belepirultam, a melkasom is összeszorult, az órára néztem. Hajnali kettő is elmúlt már, Biztos megadta a mondját a szertartásnak, ami azt jelenti, hogy a lány bizonyára gyönyörű és vonzó, kielégíti az ösztöneit. Azon tűnődtem, vajon a lány örülte annak, hogy ráesett a választása. A hegyre a saját akaratából jött, Temlin pedig főúr, ami nagy megtiszteltetés, ráadásul szerintem jó képű is, borzasztóan jó képű. Bár nem láttam, az arca felső részét a szeme szép volt, a szája csodásan ívelt, és az ajka telt, és a teste a teste felsziszentem ha és felálltam. Az ajtóra néztem a felerősített csapdára, milyen hihetetlenül abszurd, mintha néhány kötél és a fa meg tudná védeni engem az itteni démonoktól, valamivel babrálni akartam, ezért óvatosan szétszettem a csapdát. Aztán kinyitottam az ajtót, és kimentem a folyosóra. Milyen nevetséges és abszurd ez az ünnep. Jó, hogy az emberek megszabadultak az ünnepektől. Lementem az üres konyhába, felfaltam egy félvekni kenyeret, egy almát és egy citromos sütit. Egy csokis kekszet majszolgatva sétáltam tovább a műtermembe. Muszáj volt megszabadulnom néhány dühöngő képtől a fejemben, még akkor is, ha a fénynél kell majd festenem. Éppen be akartam fordulni a folyosón, amikor egy magas férfi alak tűnt fel előttem. A nyitott ablakon keresztül beáramló holdfény az arcát ezüströsre festette. Csillogó aranyhaja volt, ki volt bontva, és babérkoszorú ékesítette. Hová készülsz? Kérdezte Temlin, a hangja nem teljesen volt e világból való. Próbáltam újra lenni a borzongásomon. Csak bekaptam valamit. Mondtam, minden mozdulatomat, lélegzetvételemet tudatosan kontrolláltam, ahogy közeledtem felé. Mesztelen melkosán, sötét sötétkék festékkel festett csigavonalak díszelektek. Az elmosódott helyek alapján pontosan tudtam, hol értek hozzá. Próbáltam nem észrevenni, hogy ezek a nyomok lefelé vezettek is izmos hasán. El akartam menni mellette, de iszonyú gyorsasággal megragadott, és a következő pillanatban már a falnak szegezett. Úgy megszorította a csuklómat, hogy a kekszet is kiejtettem a kezemből. Éreztem a szagod. Lehelte kifestett málkas a nagyon közelemelkedett és süllyedt, Kerestelek, de nem volt állott. Bűzlött a mágiától, a szemében is mágia maradványai villogtak, nyomát sem láttam benne a kedvességnek, a sötét humornak vagy gyengét szemrehányásnak, az a temlin, akit én ismertem, eltűnt. Ereszel. Kértem olyan nyugodtan, amennyire csak tudtam, de ő kiengedte a karmait és belemélyeztette a fába kezem felett, elvadult lényében még tombolt a mágia. Megőrítettél. Morogta a nyakamtól a melkasomig beleborzongtam a hangjába, belefrajdult a testem. Kerestelek, de nem voltál ott. Nem találtalak. Panaszolta, és olyan közel hajolt, hogy éreztem a leheletét, ezért valaki más szedtem fel. Nem volt menekvés, de nem is tudtam biztosan, hogy mit akarok. Arra kért, hogy vele se legyek gyengéd. Morogta a foga, csillogott a holdfényben, a fülemhez hajolt, de veled gyengéd lettem volna. Borzongás futott el, behúnytam a szemem, minden porcikám megfeszült, a hangja visszhangzott bennem. Minden érintésemre a nevemet nyögted volna, és nagyon-nagyon sokáig tartott volna fejrú. Simogatóan mondta a nevem, forró lehelete csiklandozta a fülemet, ívelten hátrahajtottam a testem. Kihúzta a körmeit a fal falból, megrodjant a térdem, ahogy elengedett. A falba próbáltam kapaszkodni, hogy ne omoljak közte és ne kapjak utána, hogy megsimogassam, kényeztessem, vagy nem is tudom. Kinyitottam a szemem. Mosolygott úgy akár egy állat. Miért kellene nekem, ami más után megmaradt? Kérdeztem, és próbáltam ellökni. Megfogta a kezem, és ráharapott a nyakamra, ott, ahol az állammal találkozik. Felkiáltottam, moccani sem bírtam, gondolkodni sem. A világom leszűkült egyetlen érzetre, ahogy az ajka és a foga a bőrömet érte. Nem harapott a húsomba, csak fogva tartott. Nekem feszült kemény teste az én puhább testemnek. Elvesztettem az önuralmam, villámokat láttam, neki nekidörzsöltem a csípőmnek, gyűlölnöm kellett volna a buta szertartásáért, a nőért, akivel éjszaka együtt volt. Ekkor enyhült a szorítása, és nyelvében kényeztette azt a helyet, ahol az előbb még a fogai voltak. Nem mozdult, hanem a nyakamat csókolta. Alaposan, kisajátítón, lustán. A forróság a lábam között lüktetette, ahogy a testét az enyémnek dörzsölte. Az érzet szinte minden porcikámat átjárta. Felnyögtem. Ő hátra hőkölt, A levegőt csípősen hidegnek éreztem a bőrömön, ahol elhagyott. Ziháltam. Rám nézett. Többet ne forduljon elő, hogy nem engedelmeskedsz nekem. Parancsolta. Hangja mély dorombolás volt, az egész testem átjárta, hogy minden felébresztett, és minden tiltakozásomat elnyomta volna. Amikor eljutott a tudatomig, hogy mit mondott, kiegyenesedtem. vadúr rám vigyorgott, én pedig arcul csaptam. Nem te mondod meg, hogy mit csináljak, ziháltam, és ne haraptál, mint egy felbőszült vadállat. Keserűen elnevette magát, a fényben most olybát tűnt a szeme, mintha árnyékban lévő falevelek lennének. Többet akartam. Azt akartam, hogy kemény teste az enyémnek feszüljön. Mesztelen bőrömön, mellemen, a lábaim között akartam érezni a száját, a fogait, a nyelvét, mindenhol. Mindenhol őt akartam, fuldokoltam a vágytól. Orjukai kitágultak, amikor megszimatolt, érezte minden égő, tomboló gondolatomat, ami a testemben, érzékeimben lüktetett. Hangosat füttyentett. Morgott egyet csalódottan és gonoszan aztán elment.